16 mezőnyjátékossal és két kapussal vágott neki a felkészülésnek a Viktória FC női foci csapata. A vasi hölgykoszorú számára kifejezetten kemény programot állított össze Simon Attila vezetőedző, aki hetente 8 tréninget tart a gárdának. A munka zömét ebben az időszakban természetesen az erőléti munka teszi ki. Az első 3 hétben 8 edzéssel fogunk készülni, és plusz edzőmeccs. Abban a rendszerben, hogy kedden, szerdán, csütörtökön 2 edzést tartunk. Általában a délelőtti edzések azok erőléti vagy gyorsaságfejlesztés, délutániak azok pedig csapatedzések lesznek. A nyári átigazolási szezonban nem volt nagy mozgás a játékos keretben. Császár Hanna és Kun Barbara távozott a vasiaktól, a helyükre pedig 3 érkeztek. A válogatott Rácz Zsófia Hollandiából tér vissza a csapathoz, ám ő a sérüléséből felépült Heike Máhártal együtt csak a jövő héten kapcsolódik be a munkába. A kapus Dömsödi Petra Balatonfüredről, míg a védő Sitku Boglárka az MB2-es Kelen SC együtteséből jött a szombathelyekhez. Szeretném magamból a legtöbbet kihozni és a legmagasabb szintre eljutni, akár Magyarországon, vagy akár külföldön is. És szerintem ez a Viktória tökéletes hely ahhoz, hogy kihozzam magamból, ugyanis rengeteg válogatott csapattársam van, akiktől rengeteget tanulhatok edzéseken is, és magánéletben is akár. Simon Attila együttese már vasárnap 17 órakor lejátsza az első edzőmeccsét. A vasiak a Szlován Bratislava együttesét fogadják a Király sportlétesítményben. Azt követően pedig a Sturm Graz és a Südburgenland csapatával is megmérkőznek majd a szombathelyiek.